Ez a platánsor Szekszárd egyik legjellegzetesebb látnivalója. Aki ezt a képet látja, tudja, hogy a Tolnai megye székhelyen jár. Azonban a Matuzsálem platánfák egy része már nem tűnik túl egészségesnek. Több nézőnk jelezte, hogy a fákon korhadásra utaló jeleket fedeztek fel, és hogy ez akár balesetveszélyes is lehet. Kacz Zoltánné főkertész elmondta, hogy minden évben 4 alkalommal kapnak növényvédelmi kezelést a városban lévő platán és gesztenyefák. Ezen kívül egy speciális szerkezettel ellenőrzik a fák belső állapotát. Rendelkezik a hivatal egy ilyen fakopos műszerrel, amivel a fának a nem látható törzs állapotát is meg tudjuk vizsgálni. Ez azt jelenti, hogy a kollégáink az idei ősz végi, inkább téli időszakban ezeket a vizsgálatokat el fogják végezni. A különleges készülék képes roncsolásmentes módon felmérni a törzs korhadt és üreges részeinek helyét és méretét. A felmérés elvégzésével hosszú távra kaphatunk nagyon részletes és átfogó képet a fa állapotáról, így ugyanazon egyedet nem kell minden évben vizsgálni. Azonban az ősz végén, tél elején végzett vizsgálatok eredményétől függ, hogy a rosszabb állapotban lévő fák megmenthetők-e, és ha igen, akkor milyen módon? Ha a fasori platánfákra gondolunk, akkor azért ez mindenki tudja, hogy igen koros fákról van szó, amelyek esetében azért még inkább bockodnánk attól, hogyha problémát találunk a fánál, akkor ez kivágásra kerüljön, bár nem védett a fasor, de azt gondoljuk, hogy lehetőség szerint minden egyedét meg kellene védenünk. A főkertész elmondta, hogy az éves kezeléseken túl növénymegtartó gajazásokat is végeznek a fákon. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy megmentsék a közel fél kilométer hosszantartó és több mint 500 fából álló platánsort, Szekszárd egyik jellegzetes látványosságát.